Szerencsváros képviselőtestülete március 8-án megtartott rendkívüli ülésén tárgyalta többek között a 2012. évre beterjesztett költségvetést a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. valamint a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. üzleti tervét, valamint döntött a rövid lejáratú hitelszerződés, valamint a folyószámla és munkabérhitel módosításáról, valamint a munkabérhitel visszafizetési határidejének megváltoztatásáról. Ról. Tóth István ismertette a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. 2012 évi üzleti tervét. Az ügyvezető felhívta a képviselőtestület figyelmét, hogy a 99 millió 400 ezer forintos tervezett támogatás az a határ, amellyel még el lehet látni azokat a feladatokat, amelyekre a társaságot alapították. Bobko Géza az ügyvezetőtől arról érdeklődött, hogy lesz-e lehetőség a közterületek rendezésére, illetve útjavításra, valamint karbantartásra. Erre Tóth István válaszul közölte, hogy a start munkaprogram keretében végzik majd el az utak kátyúzását. Az idén 10-11 millió forintot fordíthatnak anyagvásárlásra a közmunkaprogram keretében elnyert támogatásból. Az ügyvezető hangsúlyozta, hogy a start munkaprogramban résztvevők hasznos feladatokat látnak el a városban. A tavalyi évben az emberek közreműködésével burkolták le a Rákóczi vár belső udvarát 1 millió forintból. Nyíri Tibor javasolta a képviselőtestületnek, hogy hozzanak létre egy ingyenesen hívható zöld számot, ahol a közterületen lévő problémákat be lehet jelenteni. Takács István a városüzemeltető nonprofit KFT 2012. évi üzleti tervéhez szólva kiemelte, hogy a tavalyi évben a cég 139 millió forintból gazdálkodott, amely összeg az idén 84 millió forintra csökkent, mivel a KFT átadta a takarítási feladatokat végző személyeket a helyi nevelési-oktatási intézményeknek, valamint a polgármesteri hivatalnak. Az ügyvezető javasolta, hogy a marketing részeként fordítsanak 200 ezer forintot a wellness házba ingyenes ajándékutalványokra. Gál András örömét fejezte ki, hogy visszakerültek a takarítók az intézményekhez, azonban arra kérte a testületet, hogy állítsák vissza a korábbi állapotokat, vagyis a gimnáziumnak is adják vissza a 7 plusz 1 takarító személyzetet. Az üzleti terveket a képviselőtestület elfogadta. Szakóni Sziszai Orsolya, a polgármesteri hivatal városgazdasági csoportvezetője ismertette, hogy az önkormányzat 2011-ben figyelembe vette a város pénzügyi helyzetét és döntött a kötvénykibocsátáshoz kapcsolódó szerződés módosításáról a könnyített fizetés érdekében. A városgazdasági csoportvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a hivatalnak intézkedési tervet kell készítenie, ami tartalmazza a bevételi töbletet és a kiadások csökkentését, ami egyik biztosítéka a 2. 2014-től megnövekedett törlesztési és kamatfizetési kötelezettségek teljesítésének. Cakóni Szixai Orsolya tájékoztatta a testületet, hogy az államháztartási törvény szerint a helyi önkormányzatoknak legkésőbb a költségvetés elfogadása előtt három évre előre meg kell határoznia a bevételeit, valamint az adóságból származó fizetési kötelezettségeit. Gál András a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke szerint a három éves koncepció arra szolgál, hogy átláthatók legyenek a következő évek pénzügyi viszonyai. Gál András hangsúlyozta, hogy 2014 törregnáló önkormányzat nehéz helyzetben lesz, mivel a kötvény jelenlegi évi 48 millió forintos törlesztő részletét 2014-től 128 millió forintos csomagra váltják. Bobko Géza pénzügyi bizottság elnöke ehhez hozzáfűzte, hogy a kötvény visszafizetésének átütemezésével a város kapott kettő hosszú évet. A város 2012. évi költségvetéséhez kapcsolódva Cakó Nészik szóbeli kiegészítésében kiemelte, hogy 2012. január 1-től életbe lépett új szabályozások fontos változásokat hoztak az idei költségvetés készítésével kapcsolatban. A Városgazdasági Csoport vezetője ismertette, hogy az államháztartási törvény szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a költségvetési szervek bevételei és kiadásai. Cakónészik Szajósaja kiemelte, hogy hosszas tárgyalásokat folytattak az intézményvezetőkkel, hogy érdekeik minél kisebb mértékben sérüljenek. A város kiadásai 4 milliárd 230 millió forint, amelyből fejlesztési hiány 210 millió forint, még működési hiányként 478 millió forintot terveztek. A városgazdasági csoport vezetője többek között szólt arról is, hogy kifizetése került 4 millió forint a magasból mentő autóra, valamint a szerencsi hivatásos önkormányzati tűzoltóság 6 millió forintos tartozását is sikerült kiegyenlíteni. Gál András, a jogi és ügyrendi bizottság elnöke ismertette, hogy ez a lehető legjobb költségvetés, amelyet ebben a nehéz gazdasági helyzetben el lehet készíteni. Gál András szerint a pénzügyi terv válságköltségvetés, de szükség van erre azért, hogy szerencs túlélje ezt az esztendőt. Bobko Géza pénzügyi bizottság elnöke szerint a körülményekhez képest ez a legjobb költségvetés azonban aggodalommal tekint a bevételek teljesíthetőségére. Bobko Géza szólt arról is, hogy az idén a rendelőintézet szolgáltatásainak a bővülésével 37 millió forintos plusz bevétellel 50%-os növekedés produkálnak. Takács is hangsúlyozta, hogy el kell fogadni ezt a költségvetést, azonban a város az állami támogatások nélkül nem tud fennmaradni. Gállandrás javaslata szerint néhány veszteségesen működő intézményt, mint például az Uszodát át kell adni valamelyik oktatási intézménynek, amely 2013-ban állami fenntartásba kerül, ezzel is csökkentve az önkormányzat kiadásait. Erre válaszul Konz Ferenc közölte, hogy március 29-én tekintik át az egészségügyi, szociális, közművelődési és közoktatási intézmények működését. A polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzatnak megterhelő az iskolák és az általános művelődési központ működtetésének. 430 millió forintos támogatása. A testület a város 2012. évi költségvetését elfogadta. A borsodabaúj Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központ március 8-án kistérségi munkáltatói fórumra várta a környék vállalkozóit a Rákóczi Vászínház termébe. A történelmi falak között az érdeklődők tájékoztatót hallgattak meg, a vállalkozásokat, munkaadókat, a 2012. évi munkahelyek megtartását elősegítő támogatásokról, a foglalkoztatás bővítő, új munkahelyek létrehozását segítő lehetőségekről, az aktuális foglalkoztatást érintő változásokról. Karádi István a Borsadabói Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központjának szerencsi rendeltség vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd kiemelte, hogy a rendezvénysorozat célja, hogy a munkáltatók széles körű információk birtokában hozzák meg a 2012. évi humán erőforrás gazdálkodása vonatkozó döntéseiket. Karád István többek között szólt arról, hogy a jelenlegi és az új támogatásokkal a munkaadók tovább csökkentetik kiadásaikat. A kirendeltségvezető hangsúlyozta, hogy a szerencsi, valamint tokaji is térségeknek szüksége van ezekre a lehetőségekre, mivel a megyében 25%-os a munkanélküliség iráta. Ezt követően Konc Ferenc Szerencs polgármestere többek között szólt arról, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetben van, ezért egyre nagyobb szükség van a vállalkozókra, valamint az új munkahelyekre. Konferenc reményét fejezte ki, hogy eljön majd az idő, amikor nem az önkormányzat lesz szerencsén és térségében a legnagyobb munkadó, hanem a vállalkozások. A résztvevők elsőként tájékoztatót hallgattak meg az egyik legfontosabb aktuális munkadói feladatról, a munkabérek nettó értékének megőrzését célzó, valamint a start és a rehabilitációs kártyához kapcsolódó adókedvezményről már Gabriella a Nemzeti Adó és Vámhivatalosztaj osztályvezetői előadásában kiemelte, hogy az adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha az elvárt béremelés valamennyi folyamatosan foglalkoztatott esetében megtörtént. Az adókedvezmény és a rendelet kapcsán a szankció aluli mentesség közötti különbséget ismertetve az előadó kifejtette, hogy aki csak a dolgozóinak két harmadánál alkalmazza a bérkompenzációt, az megfelel a rendelet által előírtaknak, azonban ez esetben a munkáltató nem jogosult az adókedvezményre. A másik különbség a feltételek esetében az, ha csak az előírásoknak akar megfelelni az adott cég, akkor a béren kívüli juttatás 25%-áig, akkor a béren kívüli juttatás 25%-ig beleszámít a bérkompenzációba, azonban az adókedvezmény igénybevételének az esetében a béremelés nem történhet a béren kívüli juttatás formájában. Az előadó ismertette a foglalkoztatáshoz kapcsolódó egyéb kedvezmények körébe tartozó új Start bónuszkártya igénybevételének feltételeit, amely 2012. december 31-ig váltható ki. A kártyára az a személy nyújthat be kérelmet, aki az igény és időpontját közvetlenül megelőzően legalább három hónapig álláskeresőként folyamatosan nyilvántartott, vagy a gyermekgondozási segély, a gyermekgondozási díj, a gyermeknevelési támogatás, valamint az ápolási díj folyósításának megszűnését követő egy éven belül kíván foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesíteni a résztvevők tájékozódhattak a bérkompenzáció ellenőrzéséről. Gál Tibor a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervének igazgatóhelyettese hangsúlyozta, hogy 2012. január 1 -e után az ellenőrzés minden esetben kiterjed a bérkompenzáció teljesítésének a vizsgálatára. A kormányrendelet tartalmazza, hogy a kiegészítés a munkaviszonyban állókra terjed ki, amelybe beletartoznak a munkában tartósan távol lévők is, tehát az évek óta változatlan béreket aktualizálni kell. A bérkompenzáció teljesítésére vonatkozó ellenőrzés kizárólag azokat a munkaviszonyban lévő munkavállalókat érintheti, aki 2012. január 1 követően, valamint 2012. január 1 -e után is a munkáltatónál vannak munkaviszonyban, és már 2011. november 1 -e és december 31-e közötti időszakban is munkaviszonyban álltak. Azonban nem terjed ki a rendelet hatája az egyszerűsített foglalkoztatás alapján alkalmazott munkavállalóra, hangsúlyozta az igazgató helyettes. A fórumon elhangzott, hogy az elvárt béremelés mértékét 2011. évben havi bruttó 216.806 forint alatt kereső munkavállalókra személyenként külön-külön kell meghatározni. Ezt követően Fogelné kis Éva, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központ befektetési és ösztönzési osztály vezetője ismertette a Nemzetgazdasági Minisztérium által 2012-ben a mikro- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására kiírt pályázatot. Az osztályvezető szólt arról, hogy a program alapján kizárólag hazai forrásból, a nemzeti foglalkoztatási alapból 10 milliárd forint rendelkezésre. Ebből az összegből országosan 6-800 KKV-nál várhatóan 5300-5500 új munkai létesítető, továbbá legalább 10 ezer már meglévő munkahelyi megőrzése is segítető azáltal, hogy a pályázat benyújtása előtti létszámra és az új létszámra együttvéve kell legalább kettő évig tartó foglalkoztatási kötelezettséget vállal. Emelte ki, fogelni kiséval. Az osztályvezető hangsúlyozta, hogy a beruházást legkésőbb 2012. november 30-ig be kell fejezni, a telephelyen legalább kettő fő teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalónak kell új munkahelyet létesíteni. Az osztályvezető szólt arról, hogy a 2011. évi pályázat keretében országosan 5 milliárd forintot fordíthattak munkahelyteremtő beruházások támogatására. A Nemzetgazdasági Miniszter döntése alapján Borsodabói Zemplé megyében összesen 75 pályázat, ezek közül a leghátrányosabb helyzetű kistérségekből 38 részesült támogatásban, amelyek révén 297 új munkahely jött létre. Ezután Orosz Sándor, a Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal munkaügyi központ szerencsi kirendeltségének közvetítője a támogprogramok munkába helyezési támogatási lehetőségeit ismertette. A Borsodabói Zemplén megyei kormányhivatal munkahelyi központja a 2015. július 31-ig tartó programban 12.100 álláskereső bevonását tervezi, amelyből 2012 évben 3875 halmozottan hátrányos helyzetű személy munkaerőpiaci helyzetének a javítására nyílik lehetőség. Az előadáson elhangzott, hogy a projekt szolgáltatási és támogatási programelem kínálatából képzést, elhelyezkedést elősegítő támogatások, valamint vállalkozóvá válás támogatására és munkerőpiaci szolgáltatások választhatók ki a résztvevő elhelyezkedési esélyeinek a javítására.